És hát akkor itt is lenne az első támadás az egyetlen 300-as szintű játékostól. A játékban Brandontól, nyomjad haver! 3 perc a replay, szóval láthatjátok, hogy kihasznált minden egyes másodpercet. Ő nem 4 gólemet, hanem 5 gólemet használt. Nézzük csak, hogy hogyan és miként sikerült neki megtámadni ezt a bázist. Hát ugye ő 11-es falas és mindennyi maxos, úgyhogy ez egy kicsit gyenge bázis hozzá képest. Mondjuk a hősök 40-esek, a falak is elég jók, és jumpspell-t használ, úgyhogy igazándiból ez nem számít annyira. A hősök kicsit elmentek jobbra, ugyanis ott volt az ellenségnek az Archer Queen-je. Még egy csomó vizád életben van, ami nagyon, nagyon pozitívum egy ilyen támadásnál. És ugye az Archer Queen ott van a TH-n, tehát a két csillag az nem kérdéses. A freeze spell-t azt a hitben Teslák renyomta el, ugyanis az Inferno az nem tud sokat sebezni, viszont a Teslák azokat tudtak volna, úgyhogy ez igazából jó döntés volt. Akkor, mint láthatjátok, még 2 perc van hátra, Archer Queen életben van, gólemek is életben vannak, persze Archer Queen mindjárt fogja targetolni az a hidden Tesla, aztán ő elkezdi a falat lőni. Még van 1 gólem, 2 gólem, Archer Queen, viszont jó pár defense van, 72%, 76, és bum, meghal az Archer Queen. Hát itt már láthatjuk, hogy nem lesz 3 csillag, de egy nagyon szép 2 csillagos támadást láthatunk. Brandon Tor 82, 83, 84, 85, 86, 87, azt hiszem. Igen, 87% lett a végső végeredmény Brandon. Gratulálok, ez tényleg egy nagyon szép támadás volt, egy 300-as szintű ez méltó, úgyhogy gratulálok. Hát a következő. A következő támadást Nick 69 fogja támadni, ő is 5 gólemet vitt, ha jól láttam. Összesen bizárdokat szétszórta. De egy elég érdekes bázis, ott középen nagyon sok minden van. Ez a támadás nagyon elszórva indult. Hát vitt egy Lightning Spellet a CC-en, ugye sárkány volt benne, szóval sok ugyan nem tudott vele kezdeni. Lerakta a Jump Spellet oda a bázis elére, az a Pekka egyszerűen szétnyírtálja azt a Archer Queen-t. És hát akkor mennek a hősök. Ez itt a lenti gólemes akció befutcsolt. Kicsit elmentek a másik irányba. Freeze Spell már lent van, az a sárkányot gondot okozott egy kicsit. Viszont lerakta a Lead Spell-jét. Már nincsen több spell, viszont az Archer Queen a betargetri a TH-t, akkor megvan. És meg is van. Mind a két hős életben képességgel, és nem használták el a képességét rosszkor, mint az ellenség. Úgyhogy ez jó nagy pozitívum. Archer Queen képességet utolsó másodpercben elnyomja, tökéletes. Két csillag közben meglett. Még egyben van a Barbarian King, és még pár barbár, illetve most már nem egy Wizard, és még pár IA-szal beszedi az utolsó százalékokat. Csak hogy minél több százalékot szerezzen. Ez is nagyon szép támadás volt. Gratulálunk Nick neked. 75. Tényleg szép támadás volt, jöhet a következő. Nos, itt van egy én támadásom, ugyanez a bázis ellen. Már le volt 2 csillagozó, úgyhogy úgy gondoltam, hogy hát akkor gyakorlok egyet. Nagyon szégyenem ezt a támadást, nagyon béna volt, de hát ez is én vagyok, és úgy gondoltam, hogy megmutatom nektek, és kicsit beszélek arról, hogy mit rontottam el. Igazából ez a bázis hősök nélkül egyáltalán nem lehet lekétcsillagozni, és a TH körül nincsen defense épület, aminek a balonok sebzése által meg lehetett volna a TH. Na nézzük! 4 levándot indítottam, balónokat szétszórva, eddig nincs semmi baj. Még leraktam még több balont. És első ritpel szépen oda középre. Freeze-pelt leraktam, tökéletesen befreeze-peltem be, fagyasztottam 3 épületet. Másik ritpelt is leraktam. Nagyon sok balón megy itt középen. Viszont egy csomó balón elment rossz irányba, és igazándiból jó sok mindent sikerült leszednem, viszont a százalékot nem sikerült sokat szereznem, és itt a TH körül sem sikerült szépen tisztítanom. Az a sárkány nagyon nagy szerepet játszott ebben a támadásban, ugyanis balonyonos légi támadások ellen nagyon jó a sárkány a CC-be, és hát neki sárkánya volt, és itt
Már láttam, hogy semmi esély nincs a két csillagra. Ráadásul ugye parkingem sem volt, úgyhogy mentem a biztosra. Az egy csillagra. Hát ilyenkor tudni kell javítani, most rámentem volna a TH-ra, valószínűleg nem lett volna meg. Itt pár elcserre beszettem százalékokat, aztán a Queen-emet leraktam itt fölül, ahol a legtöbb ingyen százalék van. Képességét a legjobb kar elnyomom, és hát 50%. Igen, elég béna volt, de hát ez is én vagyok, és most megmutattam nektek. Igen, én is hibázok, hát nem megy mindig azért olyan jól. Na mindegy, kövi támadás. Nos, ez a támadás is az én támadásom lenne. Nagyon büszke vagyok magamra, sikerült 3 csillagoznom, egy TH9-et, yeah! Na, szóval milyen taktikát használtam? Hugo VV-t. Egyetlen egy Giant-tal kicsilagadtam a CC-t, amiben szerencsére sárkány volt, meglepően, mint az összes többi War CC-ben. Aztán szépen elhúztam jó messzire a Clan Castle-t. Leraktam egy Golemet, pár Wizardot, Archerként. Ha van Barkingem, akkor akár TH9-ket is le tudtam volna 3 csillagozni. Szóval szépen betörtem a falat. Ugye 5 spellem van, úgyhogy úgy gondoltam, hogy vihetek egy raid spellt, azt le is raktam. Azért innen mentem a Golemmel, Wizardokkal, Witcherken, mert itt van az Archer Queen, amit elég érdekes dolog történt, ugyanis a Witcher elől így nem teljesen arra mentettük, a Witcher nagyon előre kerültek. Mindenesetre az Archer Queen-em megölte a Barkinget és az ellenség Archer Queen-t is. Közben alulról elindítottam a Hogridereket, Heal spell-lel ugye támogatva őket, viszont itt a Witcher Wizardok Golemmel bejutottak középre. Itt több Giant Bomb is berobbant, ami sok Hogrideremnek a halálát okozta. És igazándiból úgy gondoltam, hogy én itt most lerakok még, nem. Azt hiszem nem raktam le a spellt. Nem, igen, nem raktam le. Na mindegy. Tehát, hogy igazából 4 spellel megcsináltam, úgyhogy egy spell az fölösleges volt az elején. És akkor volt már pár tisztító minionom Archerem, és azzal széttisztítottam. És igazándiból könnyen meglett a 3 csillag. És igen, ez a heal spell itt nagyon fontos volt itt ledobnom, megmutattam neki, hogy én jóló vagyok, én lettok 3 csillagozó, egy TH9-et, yeah! Na jó, hát akkor kövi támadás. Nos, most viszonylag sok 3 csillagos támadás lesz, amit mi TH10-ek csináltunk, és a TH9-ek, akik támadtak Clan Warban, csak 2 csillagra sikerült. Szóval nézzük, hogy Nick bácsi hogyan 3 csillagozta ezt a bázist. 3 Levound, balónok, CC-t még nem rakta le, nem tudom mi van benne. Egy darab 8 spell, szépen még egy darab 8 spell középre, ugye itt egy freeze spellt is, amivel az Archer Queen plusz az érdefenzet freeze-elte, sok balon életben van, igazándiból gyerekjáték volt az egész, 6-os balon 3-as minionnal, vagy mi ez, 3-as levándal, és még a hősöket se kellett használni, a CC-t sem, és még a lightning spellt sem, úgyhogy ez elég szép nem lesz, gratulálok Nick, hát nem volt nehéz dolgod. Nos! Nézzük csak Brandon bácsi második támadását. Go! Szóval 1 gólem, 2 gólem, 3 gólem, 4 gólem, yeah! 5 gólem, húúúú! És szépen Wizardok, Warbreakerek, hősök. Azt hiszem igen, ez is 5 gólem. Megint sárkányban a Clan Castle-be, hát az sose jó. Főleg ha ilyen vagy légi támadás van, első részben lerakta. Egyre sősök szépen mászkálnak befelé. Jump spell. Igen, jump spell. Ugrálnak befelé. Igazából a golemek ugye itt csak tankolni való ak, tehát ott semmi más hasznuk nincs. Tankolnak, tankolnak ők. A tank. Átcsorként szépen beszedi a TH-t. Két csillag nagyon könnyedén megvan, hát ugye 40-es hősök. Még egy csomó... mi ez? Golem is ér, és itt a támadás másik fontos része. Egy-egy balónokat lerakott az Archer távőrökre, amik igazándiból egyetlen egy lövésből megölték, és így megkönnyítette a saját dolgát, ugyanis sokkal hamarabb vége lett a támadásnak, és sokkal könnyebben sikerült a 3 csillag. Nos, ezt szokták profik is használni TH9-ek ellen 3 csillagozásnál. Nagyon szép és nagyon jól csináltak, gratulálok Brandon, egy igazi profihoz méltő. Miért ó? Mondjuk egy TH9-et támadott, az egy másik dolog, de szerintem jó volt ez a támadás. Nos, a következő támadásnál már egy gyengébb bázisról beszélhetünk, és viszont TH9 támadja, GoVVP. Nézzük csak, hogyan 3 csillagozta Nyuh, vagy Ziz, ahogy szeretnétek nevezni. Ziz a YouTube csatornájának a neve.
két gólem plusz egy gólem a Lancaster, a hősök, Wizardok, Witchek szétszorva. Ah, oh, Wallbreakerek. És hát akkor Jumpspell ugye középre. Ő még a Packertet nem rakta, de megvárta, hogy szétisztítsanak a katonák, hogy biztosan középre menjenek. El is indulnak középre, lerakott egy récpelt, a CC-ből most jön elő, igen, megint a sárkány, hát mi más jönne elő. Packertet szépen bemennek középre, van egy Lightning Spell nála, mivel igazából az archereket könnyen leszedi, de a sárkányt ugye annak meg se fogjan. Szóval, két csillag megvan. Nagyon jó lenne a három csillag. Wow! That hidden Tesla placement. Szóval igen, nagyon ügyesen elhelyezte a Teslait. Már ugye nincs spell, két hős képessége van, arra kell már igazából csak nagyon figyelnie, hogy mikor halnak meg a hősei, ugyanis ez eldöntött egy csatát, hogy mikor nyomja el a képességét. Ugye Barbarian King már a halál szélén volt, úgyhogy elnyomta a képességét. Igazániból már csak egy mortár van meg, hogy ez a négy hidden Tesla, amit le kell rombolni. Archerken igazából ott van, a pekkák tankolnak nagyjából, és hát, ott az a mortár kinyírta azt a witch-et. Na mindegy. És ugye ott a giant bombok voltak elhelyezve a Teslák között. Igazából Archerkennek elnyomta a képességét, hogy gyorsabb legyen, és három csillag. Hát igen, itt már jól megküzdött a három csillagért. Sikerült. Úgyhogy gratulálok. Nos, következő támadás TH8 vs. TH9. Egy nagyon béna bázist, hogyan három csillagozzunk, akár TH8-ként is, egyes gólemmel, egy hármas pekkával. Hát ugye nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok minden egybe van, nincs is X-bóvja, szóval... Igen, nézzük csak. Pár átcsere ugye leszett azokat az épületeket, amik nem voltak semmilyen defense épület hatáskörében, tehát azok ugye ingyen épületek, szépen beszedte őket, hogy később ne legyen velük gond. És másfél perc alatt végigment a bázison egy Go Wipe sereggel. Na, induljon már. Ugye tele, jó van, egyes gólemek, jó pár Wallbreaker, ezeket kicsit egy helyre rakta le, viszont sikerült teljesen berobbantani. Igazából pekkák, küzárdok, gólemek, ötös pekka a CC-ből, az fincsi. És amikor bejutottak középre, itt már csak konkrétan csak át kell fordulni az egyik defenzről a másik defenzre. Itt egy pekka körbe ment, hát az tisztítás szempontjából amúgy jó. Még van nála egy lightning spell is, amit egyelőre nem használt el, de szerintem nincs is rá szüksége. Hát itt van a három Tesla egymás mellett, igazából ez csak a pekkának okozhat gondot, de Barking képesség, Wizardok hátulról nyomatják a sebzést az épületekre, és átütik a falat az utolsó egységük, és az utolsó barakot is lerombolják. Jó, a többi támadás, ami most ezután van, hát nagyon gyenge bázisuk ellen van, úgyhogy ezeket én nem mutatnám meg, hanem megmutatnám, hogy mi lett az eredmény. 27-19-re nyertünk. Gratulálok a klánnak, megmutatom majd az összes ellenséget szépen alulról felfelé. Itt lenne a My Team. Brandon és Nick már leléptek, Brandon nem rég, de aki nem ismerné, 300-es szintű Brandon, most nem tudom mi ez a klánban van, milyen klánban van, igen, és így néz ki, 4500 kupánál van, 300-es szint, 2 milliárd az rabolt, és igazából 3.800.000-re donézott, 1300-as szintű. Neki is van YouTube csatornája, ugye ő hozta össze ezt az egészet. Nézzétek meg, én szeretem a videóit. Jól van, itt van a francia Nick, aki már közben visszament a saját klánjába. Ő így néz ki. Ő is egy elég profi játékos, 181-es szinten. Mondjuk kicsit gemmer, ugyanis én kétszer annyit raboltam, mint ő, viszont ő 393.000-re donétolt, neki is a YouTube csatornája, ezt is megtaláljátok a leírásban. Szóval a következő játékos ugye én vagyok, aztán Zviz, vagy hívjuk ahogy akarjuk, ő lenne itt, neki ez a Clan War bázisa is, és igazándiból itt láthatjátok a maradék játékosokat, egy pár emberről beszélek, hogy ez például az a Marquez csak egy ilyen kitöltő játékos volt, aki egy inaktív játékos. És ez az Elliot Pasha, ő pedig a Nicknek a második karakterem. Wolf, ő egy YouTube-os, ő is. Ez a Jack, ez is egy ilyen
valami random karakter, itt a harmadik karakter, itt van Maxi. Igazából az ő támadásaikat nagyon akarjátok, megnézhetek az ő csatornájukon, és az ő bázisaikat, tehát ezzel most nem nagyon foglalkoznék. És akkor az ellenség, hú, a harmadikat kirakták, ugyanis nem támadott ebben a Super Clan Warban. Néztem meg az első, egycsillagozta a negyediket, aztán a hatodikat háromra. Hát, őszintén gratulálok nekik. Minket, engem megtámadtak, Nicket és Brandont meg se támadták. Most megragadom a lehetőséget, tessék, itt van Brandon Clan War, anti 3 csillagos Clan War bázisa. Yay! És itt van Nick bázisa. Itt az enyém. És akkor most igazából ezek az érdekesek. Szóval, ja. Ez lett a végeredmény. Nagyon jó volt, tök jó volt velük dumálni. Most itt történnek a dolgok. Most elég inaktívak voltak. Már egy ideje vége lett a Clan War-nak. Ja, ez is egy másik karaktere. Mi ez Brandonnak? Hát, nagyon gagyi, nézzétek meg. Szóval, gyerekek, köszönöm, hogy néztetek a videót, tök boldog voltam, hogy részt vehettem ebben a összejövetelben. Remélem lesz még több is, ez a második volt, tehát két Clan War van, Vin van, az előzőben nem tudtam benne lenni. De se baj, remélem lesz harmadik, és újra itt leszek. Az első az egy hónapja volt, és tényleg köszönöm, hogy néztetek a videót. Én szerintem ennyi lettem volna mára. Holnap találkozunk. Sziasztok!